Richard Straussról én annyi rosszat hallottam gyerekkoromból, annyi rádiffamáló, dehonestáló kijelentést kellett, hogy elviseljek, hogy Isten úgyse ezért kezdett érdekelni. És később, amikor végig tanulmányoztam a partitúráit, akkor egész más színben tűnt fel előttem ez az egyébként tényleg Beethoveni zsenialitású zeneszerző, mint amilyennek a korabeli zeneesztétika őt leírta. Én a magam ízlésére hallgatva azt mondtam, hogy igen, nagyon romantikus, késő romantikus, feltétlenül érezhető a Liszt hatás, a Wagner hatás, a Brahms hatás, de teljesíti a legmagasabb rendű kritériumot, tehát az, hogy bekapcsolom a rádiót, és azonnal felismerem, hogy ez meg ez a zene csak Mahlertől származhat, csak Beethoventől származhat, csak Chopintől származhat. Itt a Richard Strauss is teljesíti ezt az ismérvet. És számomra nincsennél magasabb rendű kritérium a zeneművészetben. Szándékosan választottam egyébként erre a mostani koncertre egy nagyon fiatalkori darabot, a 22 éves korában komponálta az Italian című darabját, amelyben Luigi Tenza Funiculi Funicula című nápolyi dalát is földolgozza. Ez aztán később kontraverziókra adott alkalmat, mert Tenza beperelte, Strauss meg is nyerte a pert, és Straussnak élete végéig fizetni kellett ezután a dal után, mármint a használata után. Rossz nyelvek szerint ezért is nem adta elő többször. Tulajdonképpen egy német ember tökéletes leírása az itáliai élményekről. Az Úrhatnám polgár kísérőzene, jobban mondva a kísérőzenéből komponált suite, az egy másik sztori. Az első változat azt hiszem, hogy egy vagy két előadásnál nem ért meg többet, mert hát 5,5-6 óráig tartott. De az Úrhatnám polgár kísérőzene, amelybe Ariadne motivumok is előfordulnak, életképesnek bizonyul, de a legéletképesebbnek természetesen a belőle készült suite, amelyben hát a Molière dráma főbb jelenetei előfordulnak, így a vívómester, az énekmester, a szabómester megjelenése, és hát mindenek előtt a vacsora, amely hát egy bazar finálét garantál az egész darabnak. Ünnepi koncert gyanánt nem lehet ennél a műsornál könnyebbet előadni.